A mezőgazdasági termelőjára 2022 első félévében évében 40 kal nőttek. Jelentősen emelkedett a növényi termékek és az állatok állati termékek ára is. 44 kal illetve 31 kal közölte a Központi Statisztikai Hivatal a honlapján. A ráfordítási árak a termelőjáraknál is jobban 41 kal emelkedtek, így az agrárolló értéke 99,8 os volt. A drasztikus áremelkedés több tényező együttesen okozta az elmúlt időszakban. A COVID-19 járvány miatt kialakult ellátási és kereslet-kínálati zavarok nem szűntek meg teljesen. Emellett a gazdaság újraindulásával párhuzamosan az energiárak is emelkedtek. A Világbank számításai szerint az inputként szolgáló energia globálisan átlagosan 82%-kal drágult egy év alatt. Elsősorban a nyersolaj és a földgáz drasztikus áremelkedése miatt. A a műtrágya pedig 85%-kal kerül többe. A KSH jelezte, ágazaton belüli elsősorban állategészségügyi problémák is fokozták a drágulást. Az orosz-ukrán háború élelmiszer és energiállátási, valamint általános bizonytalanságot hozott a világpiacon. Az időjárás is kedvezőtlenül alakult az első fél évben Magyarországon. A tavaszi fagy, majd a megy és az eperérésekor érkező egyhetes eső, azóta pedig az országos asszály rontotta a helyzetet. Más európai országokat is érint a száj. Az EU búzatermése várhatóan csak kismértékben múlja alul az előző évi mennyiséget, azonban a kukorica ösztermése negyedével elmaradhat a 2021. évtől. Az Európai Bizottság jelentése alapján 2022 júniusában az egy évvel korábbihoz képest az EU-ban a búza ára átlagosan több, mint négy ötödével nőtt. A kukorica negyedével drágult, a vágómarha és vágóbaromfi is negyedével került többe. A sertés ezzel szemben Kisebb mértékben drágult. A gabonafélék és az olajos növények ára dinamikusan összességében 61, illetve 59%-kal nőtt Magyarországon. A drágulás mögött a takarmány növények iránti élénk nemzetközi kereslet és a háború miatt kialakult szállítási problémák állnak. Az árakat növeli az egész Európára kiterjedő asszály amely a termés eredményeket és a termés kilátásokat csökkentette. A gyümölcsök ára a többi termékcsoporttal ellentétben 7,4%-kal csökkent. Idén az Európán belüli szállítások járványt követő rendeződésével újra nagy tételben érkezett import eper, amely lenyomta a hazai árát. Így az 14%-kal elmaradt az előző évitől. A megyfélék 7,2%-kal, a burgonyái és a zöldségé 21, illetve 20%-kal magasabb volt az első fél évben az előző év azonos időszakához mérten. Az élő állatok ára 34%-kal nőtt az első fél évben. A vágó csirke felvásárlási ára 2021. január óta folyamatosan nő. 2022. első fél évében 42%-kal volt drágább, mint az előző év azonos időszakában. A madár influenza következtében csökkent a vágó csirke mennyisége, miközben a termelési költségek jelentősen növekedtek. Ezek a tényezők emelték a termelőjárakat. A jelentés szerint a vágó ára 2022 első fél évében az előző év azonos időszakához képest 28 a emelkedett, és meghaladta a koronavírus járvány előtti csúcsot. Két évvel ezelőtt elsősorban a járvány miatti zárások következményeként sertésből túltermelés volt egész Európában, emiatt kevesebb hízót állítottak termelésbe, majd a vágási mennyiség is csökkent. A kereslet élénkülése és a termelési költségek drasztikus növekedése következtében az árak is nagy mértékben emelkedtek. A takarmányok ára jelentősen közel 39%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül az egyszerű takarmányoké 51, a keverék takarmányoké 30 kal Az alapanyagok drágulása miatt az árak emelkedése 2024. negyedik negyedévében kezdődött, és azóta negyedévről negyedévre jelentős drágulás volt megfigyelhető. Idén a második negyedében 15 kal kerültek több a takarmányok, mint az első negyedében. A növényvidőszerek 17, az állatgyógyászati készítmények 10 kal drágultak az előző év azonos időszakához viszont az energia és a kenő anyagokára ára 36, ezen belül az üzemanyagoké 26%-kal nőtt, közölte a KSH Korcak televízióval.